Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket, mindazokat, akik távolról vagy felvételről az interneten követik a mai hálaadó Isten tiszteletünket figyelemmel. Isten tiszteletünket az Itt vagyok most jó Uram című énekkel kezdjük meg. Ki lesz vetítve? Nem biztos, hogy az énekesünkben benne van, de fogjátok majd ismerni. Ennek a verseivel kezdjük meg az délutáni Isten tiszteletünket. Imádkozunk. Mennyei Atyánk, jó Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted, és hálával tekintünk erre az órára, erre az alkalomra, amikor szívünk örömével jöhetünk te hozzád. Köszönjük, hogy olyan sok mindenért van okunk visszatekinteni az elmúlt évre, és köszönjük, hogy olyan sok mindenben megtapasztalhattuk a te jelenlétedet, gondviselő jelenlétedet, és a te sokszor olyan hibajavító módon jelenlevő megnyilvánulásaidat, amiket olyan hálával vettünk, vagy talán néha is feledkeztünk róla. Úrunk, köszönjük, hogy most nem csak a te ígédet nyithatjuk meg, hanem köszönjük, hogy a szolgálatok, az énekek, a versek, a zene és minden, ami most majd következni fog, te feléd fordíthatja a tekintetünket. Légy közel, Úrunk, ezeken a szolgálatokon keresztül is hozzánk, és fordítsd a te tekintetedet, hogy a mi szívünk meginduljon, és eszünkbe jussanak mindazok a dolgok, amiket veled szerezhettünk tapasztalatot, és segíts, hogy ezeken keresztül új erővel tudjunk előre tekinteni, tere áttekinteni, és felfele irányítani a mi tekintetünket. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, hogy itt vagy velünk, és a te szent lelked áldásával vagy azok számára is, akik távolról, a betegágyról, hogy más körülmények között követnek bennünket és keresnek tégedet. Köszönjük, hogy meghallgatod együttes könyörgésünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hát nagyon örülök, hogy így többen is együtt lehetünk. Nem tudom, hogy ha holnap találkoztunk volna, akkor vajon ennyien lennénk-e, vagy ennyien el tudtatok volna jönni,
De végül úgy döntöttünk, hogy így a, nem az év utolsó napján, hanem az utolsó szombat napján lesz a hálaadó istentisztelet, és sok zeneszolgálatot, éneket, vagy egyéb más dolgot kaptam, hogy jegyezzek fel, és az első, amivel kezdenénk ma, és ami előtt az igeszolgálat is elhangozna, Dánielnek a zongora szolgálta lenne, úgyhogy gyere és készíts bennünket, és a többieket is, mielőtt megnyitjuk az Isten igéjét, és mielőtt a többiek is szolgálnak. Turmezei Erzsébet, Ebenheiser. Életünkben észrevétlenül kitartóan kuszik az idő, szakadatlan spirálvonala fordulóit nem jegyzi elő. Önmagamnak, ahogyan nőttem, éveket raktam emlékoszlopul. A fordulókat úgy jelöltem. Megsegített mindeddig az Úr. Eszmélésem óta vezetett, vele vándoroltam hegytetőt. Minden léptemben éreztem, szeret, visszarántott szakadék előtt. Ha bálványaim összetörte, még ha sírtam is felette, azzal, hogy lelkem meggyötörte, látóvá tette megvakolt szemem. Múltra nézni csak így érdemes, mert a jelen bárhogy is alakul, emlékezésnek ennyi elég. Megsegített minden nap az Úr. Amen.
te curcu beul, Domnul a făcut soare, lună, stele de la început. Și pe fiecare neîncetat, tot el a binecuvântat. Câinii din o gradă, pisicuțele, puii de găină și broscuțele, curca și cocoșul, rațele, văcuța ce dă laptele. Florile, copacii, Domnul le-a creat, vântul, ploaia, iarba, totul minunat. Mama și cu tata, chiar și eu, suntem iubiți de Dumnezeu. În familie suntem fericiți și tot de Dumnezeu iubiți. Yeah.
Turmezei Erzsébet. Az a 3 év. Elmúlt hirtelen, mint a többi mind. Alig jött, s tova suhant megint. Év lett volna, vagy tűnő pillanat? Annyi mindenre nem telt, nem maradt. Rá sem értek virággá fesleni, lelkem bimbóban álló tervei, de mélyen egy felismerés sikolt. Mesterednek csak 3 éve volt, és elég volt, és mégsem volt kevés. Tengernyi könyvfogattas, szenvedés. Egy elveszett világ váltságra vált, milliók hordtak görnyesztő igát, s ő rövid, földi 3 év alatt azt mondta, elvégeztem, atyám. Ebből a 3 évből lett nekem szabadulásom, békém, életem. És aki él, azóta abból él. Évek tűnnek, mint hulló levél, de a megoldás örökre az marad, amit ő végzett 3 év alatt. Még 3 évnek titkát vallatom, tűnő ének zenéjét hallgatom. Új évem imádkozva, csendesen, abba az isteni kézbe leteszem, mint valamikor régen egy kisgyermek, az ezreknek elég 5 kenyeret, fenn a hegyen a kezébe tette le, és boldog csoda történik vele. Pillanata pillanatot ér, lesz belőle áldott csoda kenyér. Minden perce morzsája viszi szét 3 év erejének jó ízét. A tékozló fiú felkerekedett és elment apjához, amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult és megcsókolta. Lukács evangéliuma 15:20. Rossz kedvében volt egy lányka. Bárki szólt hozzá, idegesítette. Úgy érezte magát, mint egy sündisznó, akit a kutya megugat. Rengeteg leckie volt, sokszor feleltették, és keveset tudott. Édesanyja is csak állandóan prédikált neki. 100-szor elmondta a megszokott szöveget. Ilyenkor a lány rosszabbul érezte magát. Ránézett anyjára, és így szólt. Unom már a sok figyelmeztetést.
Miért nem veszel inkább karjaidba, és ölelsz magadhoz szorosan? Ezt a leghatékonyabb tanács sem múlja felül. Az édesanya ámulva hallgatta a lányát, erősen szemébe nézett, és elállt a lélegzete, hogy a lánya ölelése vár. Csak nem elsírta magát, és így szólt. Azt akarod, hogy megöleljelek? Tudod, nekem is az volt a legnagyobb vágyam, hogy te is megöleljél. Magához elelt a lányát, mintha még gyerek lett volna. Akkor nem számít. A 70 évesnek is szüksége van, hogy vigasztalják és megöleljék. Arra vágyunk, hogy valaki megöleljen, és megszorítson szorosan, szeressen. Sokszor féltékenyek vagyunk, nem tudjuk kimutatni a szeretetünket. Ezért rejtőzünk egy hideg állarc mögé. Félünk, hogy valaki észreveszi gyengeségeinket. Korunk hideg légköréből csak testvéreink meleg ölelése szabadíthat ki. Nézd meg az évszakokat, heteket, hónapokat, üstökösök fényes útjai. Nézd meg a csillagokat, a jó és rossz napokat, egyik jön, a másik távozik. Csak egy van, aki soha-soha meg nem változik, aki tegnap is örökké ugyanaz. A világ összedőlhet és az idő Krisztus mindig ő marad. Nézd meg az embereket, barátod, ellenséget, valódlant, hogy gyakran mondanak. Ígérnek új örömet, új célt és új életet, ma már rájössz, csak üres zavar. Aki soha-soha meg nem változik, aki tegnap is örökké ugyanaz. A világ összedőlhet és az idő elmúlik, de Jézus Krisztus mindig ő marad. Tekints most önmagadba, jelenre és a múltra, mondd, milyennek látod életed. Találsz-e szépet benne, olyat, mi igaz lenne, vagy még mindig megcsal a szíved. Csak egy van, aki soha-soha meg nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz. A világ összedőlhet, és az idő elmúlik, de Jézus Krisztus mindig ő marad. Csak egy van, aki soha-soha meg nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz. A világ összedőlhet, és az idő Köszönjük szépen a szolgálatotokat, Lillának is. Jó, hogy hallhattuk ezeket a gondolatokat. És most nyissuk meg az Isten igéjét, mert egy hálaadó Isten tiszteleten mit lehetne mást a középpontba tenni a köszönet mellett, amit hallhattunk olyan sokféle formában, mint az Isten igéjét szeretném veletek megnyitni. Egy olyan tanítványnak, egy olyan apostolnak a leveléből szeretnék néhány igét olvasni, amit viszonylag kevésszer szoktunk kézbe venni. Péter apostolról van szó.
Ismerjük jól az apostolt, és ott van ő a mi szemeink előtt, de amikor arra gondolunk, hogy milyen apostol volt ő, vagy miket tett, akkor hát ugye a jó dolgok mellett eszünkbe jutnak a botlásai is, nem? Mert azért olyan dolgokat tett, vagy olyan dolgokat csinált Jézus mellett, amik hát nem a legjobb megvilágításba helyezik. Az ő egyik nagy visszaemlékezése az a két levél, amit megfogalmazott, és amit az akkor élők számára is már elérhetővé tett. Ő Jeruzsálemben szolgált elsősorban, de a levele feljegyzi, hogy ő nem csak Jeruzsálemben volt apostola Jézus Krisztusnak, hanem Pontuszban, Galáciában, Kapadókiában, Ázsiában, Bitíniában és az elszélet jövevények között is szolgált. Tehát elsősorban Jeruzsálemhez kötődött a szolgálata, de más missziós útjai voltak. Nem szoktunk Péter apostol missziós útjairól szólni, inkább Pál apostolnak a missziós útjairól, de neki is voltak. És az évenkénti nagy ünnepek, vagy amikor a jövevények, a vándorok jöttek föl Jeruzsálembe, elsősorban az ő szolgálata az apostoloknak a feladataihoz kötődtek, egyrészt mint lelkipásztor és mint vezető, másrészt pedig a feljövő, az ünnepekre feljövő zarándokok között lévő szolgálat kötődött az ő személyéhez. Viszont látjuk, hogy feljegyzi, hogy voltak neki missziós útjai is. És az egyik ilyen visszaemlékezése az ő levelének az elejéről, az első fejezet harmadik versétől szeretném a 9. versekig olvasni, mert ahogy ő visszaemlékezik, volt miután visszaemlékezni, úgy nekünk is egy évre való visszaemlékezés ott van mögöttünk. Sok minden eszébe juthat az embernek, kezdve csak talán az elmúlt hetek, az, ami éppen most decemberben történt, de ha ezt az évet is vesszük, hát nem volt szűkében a mozgalmasságnak, a kihívásoknak. És ha a világunkat nézzük, ami körülvesz bennünket, akkor igen komoly dolgok történnek körülöttünk. És olvassuk el Péter apostolnak a személyes visszaemlékezését, ahogy a nő hálával tekint, és ez már egy összeszedett gondolat. Itt már papírra vetette a dolgokat, letisztázta mindazt, ahogy a nő tekint vissza a saját szolgálata kapcsán a múltra. Olvasom tehát Péter apostol első leveléből, az első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kisé meg kell lenni, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Ugye itt már jóval később vagyunk, talán egy következő nemzedék is eljött, akik már nem találkoztak Jézus Krisztussal, akik élőben, személyesen nem ismerhették, nem láthatták, nem beszélhettek vele, de ugyanaz a hit éltette őket is, csak mint Jézus idejében az apostolokat, de Péter apostolnak volt egy különleges tapasztalata, ami hát szíven ütötte, és egy új megvilágításba helyezi ezt a visszaemlékezést. Hogyha Lukács evangéliumához lapoznánk, Lukács evangéliuma
22. fejezete 32. versét engedjétek meg, hogy felolvassam. Lukács evangéliuma 22. fejezetéből a 32. verset. Hát ez az a fejezet, ahol feljegyzi Lukács evangélista, hogy mit fog tenni Júdás. Ez az a fejezet, ahol a húsvéti bárányt elfogyasszák. Ez az a fejezet, ami megemlékezik a tanítványoknak a nagyra vágyásáról, az egymás közötti küzdelmeikről, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak, így jegyzi föl az evangélista. És ez az a fejezet, ami feljegyzi, hogy Jézus aztán elmegy az olajfák hegyére, majd aztán elfogják, és aztán Péter is majd azt a bizonyos ominózus megtagadást olyan először is, másodszor is, harmadszor is módon meg fogja tenni. Mielőtt ez megtörtént, a 32. versben így olvassuk, de talán a 31-et is olvasnám. 31-32. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozik a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Milyen események jöttek Péter életében, mielőtt megtörtént az a bizonyos átkozódva, esküdözve való megtagadás? Hát itt Péter azt mondja, hogy Uram, ha mindenki megtagad is, én nem. És hogyha az elmúlt évünkre gondolnánk, akkor vajon botlás nélküli volt-e ez az év? Milyen küzdelmek, csak a mindenható Isten tudja, hogy személy szerint milyen terhek, milyen örömök, milyen botlások jellemezték mindazokat a napokat, éveket, amik ott vannak mögöttünk. És az apostol, aki pedig, hát ahhoz a szűk körű háromfős társasághoz tartozott, aki közelről ismerte Jézust, ment vele napról napra, ismerte, hogy mikor imádkozik reggel, vagy mikor imádkozik este, vagy éjszaka, tudták, hogy mire dobban Jézus szíve. Ő közülük való volt egy. És aztán, amikor a többiek és az együtt való beszélgetésben úgy valamit villantani kell, akkor azt mondja Péter, hogy hát ilyen pestiesen szólva magunk között, ma így szokták néha mondani, mikor rá kell tromfolni a többiekre, hogy az semmi. Az semmi. És Péter is azt mondja, hogy ha mindenki, Uram, ha ezek itt. És mondja ezt arra a 11-re, mondja ezt arra a másik kettőre is, akik ugyanúgy ismerik, akik ugyanúgy járnak vele, akik ugyanúgy ismerték minden mozzanatát. És Jézus azt mondja, hogy Simon, Simon, olyan dolgok vannak az életedben, és olyan dolgok fognak még történni, amire én azt mondom, hogy de először is imádkozom érted. Másodszor azt mondja, hogy te azonban idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ha valaki most azt mondaná nekünk, hogy te majd idővel megtérsz, Tibikém, majd utána. Csak az Isten tudja, hogy miből kell nekünk, hogy milyen területek vannak az életünkben, amit még a hátunk mögé kell tenni. De az apostol itt visszatekint erre, és itt már felszabadultan tud erről beszélni. Visszatérek az apostol első leveléhez. És beszél azoknak is, akik nem találkoztak vele, akik nem ismerték őt. Olvassuk az ígét még egyszer a harmadik verstől, azt mondja, áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, a Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mi volt az, ami Péternek segített új megvilágításba helyezni a dolgokat? Hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. Volt egy ominózus beszélgetése is
Egy-két szóval azért megemlékezhetünk erről is. Emlékeztek, mi volt ez a beszélgetés? Mi az, amit kiragadnánk? Mit kérdezett meg Jézus háromszor Pétertől? Szeretsz engem? Hogyha az apostolok történetéből, amikor olvasom az ide vonatkozó gondolatokat, akkor így olvashatjuk, hogy a szolgálatnak csupán egy feltételét említette Jézus. Egyetlen feltétel. Szeretsz-e engem? Ha az elmúlt évre kellene visszatekintenünk, és most, amikor egy picit zárjuk a dolgokat, akkor én szeretném, hogyha nem csak a hibákra gondolnánk, nem csak a botlásokra, a tévedésekre, a tagadásokra, vagy az esküdőzésekre, hogy mit igen és mit nem, hanem a Krisztusnak a velünk való találkozása, az egy kicsit a Péterrel való találkozásához is hasonlít. És itt mi, akik már Péterrel együtt túl vagyunk azon, hiszen láthattuk Jézus Krisztust megfeszítve. A szemeink előtt látjuk őt. Csak egyetlen kérdést tesz föl a mi számunkra. Szeretsz-e engem? Egyetlen feltételt említ Krisztus. Ez az egyedül lényeges képesítés, olvashatjuk. Sőt, folytatja, bármilyen más tulajdonsága is lehetnek Péternek. A krisztusi szeretet nélkül mégsem lehet pásztora a nyájnak. Sok minden feltételre van szükség ahhoz, hogy itt egymás között szeretetteljes, békés, vagy előbbrevívő életet éljünk. De az egyetlen feltétel, ha le kellene csupaszítanunk itt, és Péter is, amikor visszagondol az ő visszaemlékezésére, akkor ez jut az eszébe. És ez volt az, amire miután válaszolt Péter, tudjuk, hogy hogyan válaszolt, itt már nem verte a mellét, itt már nem hősködött, itt már nem lenézte a többieket, itt senki nem szerepelt már, csak ő és Krisztus. Itt csak ők ketten beszélgettek. Ott voltak a többiek is. Ott voltak, ők hallották ugyanúgy az előzőeket is. De ők most nem szereplők, csak ők ketten. És amikor az elmúlt évünkre visszagondolunk, akkor milyen jó, hogy nem másra kell tekintsünk, nem a szomszédunkra, nem csak a házastársunkra vagy a gyerekeinkre, hanem én és Krisztus, vagy Krisztus és én. És nem feltételeket szab, nem elmondja, hogy mi maradt el, megint mit csináltál, nem rá akar koppintani a fejünkre, nem mint a orvos, amikor előveszi a kis kalapácsot és megnézi a reflexeinket, hogy na, vajon hol fogunk mi reagálni? Emlékszek egyszer, egy Ellen White-nak van egy volt egy gyülekezete, a washingtoni gyülekezet, és van egy kis összegzés is, ha valaki szívesen szeretné elolvasni, ez a washingtoni gyülekezet című kis magyar nyelven is megjelent könyvecske. Volt egy testvér, úgy hívták, hogy Farnsworth testvér. És ez a testvér egy kiállhatatlan személyiség volt. És azt mondta egy alkalommal, hogy ő azért megy a gyülekezetbe, hogy ő úgy szokta csinálni, mint a méhészek, amikor megrázza a kaptárt, és akkor hallgatja, hogy döngenek a méhek. Mindig olyan dolgokat csinált, hogy csak azért ment a gyülekezetbe, hogy valami galibát csináljon, aztán leült a hátsó sorba, és nézte, hogy mi fog történni. És hallgatta, hogy döngenek a méhek. Sokfélék vagyunk mi. Sok mindenért mehet valaki ma gyülekezetbe. És sokféle tapasztalaton megyünk keresztül, és vannak ilyen emberek. És ő igazi megtérésen ment keresztül. A washingtoni gyülekezetnek egészében egy megtérésen kellett keresztül menni, hogy kigyógyuljon a különböző betegségekből. Nekünk nincsenek betegségeink? Nekünk nincs kigyógyulásra váró dolog az életünkben? Vagy mint Péter? És ott egyetlen egy dolgot kérdezett csak Jézus tőle. Szeretsz-e engem? Ha olvassuk tovább Péternek a vallástételét, Péternek a visszaemlékezését, a bizonyságát, akkor azt mondja, hogy romolhatatlan, negyedik vers, romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
Hogy van elrejtve számunkra az üdvösség? Milyen erős szavak, milyen határozott kijelentés. Azt mondja, Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Mennyire nem bizonytalankodik, milyen bátor és hogyan tesz bizonyságot arról, hogy el van készítve az ember számára még azoknak is, akik ha örvendeztek, azt mondja, noha, 6. vers, noha, ha meg is kell lenni, néha szomorkodtok és különböző kísértések között vagytok. Hát nem ez van az ember életében. Nem ilyen volt többek között az elmúlt év is, ami mögöttünk van. És az apostol azt mondja, hogy de én tudom, hogy mind mentem keresztül. És azt is tudom, hogy az Isten mit enged meg a ti életetekben. Mert azt mondja a 7. vers, hogy a ti kipróbált hitetek. Miért történnek ezek velünk? Hogy a mi hitünk kipróbált legyen. Hogy világos legyen, hogy látható legyen, hogy mi lakozik ott a mélyben. Hogy a ti kipróbált hitetek, azt mondja, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ez az év is ezt a célt szolgálta. Ezt öregbítette, ezt a célt, vagy ebben szenvedett csorbát. Csak a Jóisten tudja igazán, hogy melyikben mivel találtatunk. De ő csak ezt az egy kérdést szeretné föltenni. Szeretsz-e engem? 8. versben folytatjuk. Akit noha nem láttatok. Milyen sokan mit nem adnának, hogyha Jézussal találkozhatnának most a jelenben. Ő ott volt, és átkozódva, esküdözve megtagadta. Ha ma itt lenne, föltesszük a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Én arra lennék kíváncsi például, hogy milyen ruhába lenne. Vagy milyen lenne a frizurája. Nem mindegy, ugye? Mert bizony itt előfordul néha, hogy különböző stílus, főleg a fiatalok. Különböző stílusban gondolják előadni. Akár hétköznap, akár hétvégén a gyülekezetben. Milyen lehetett, amikor itt volt ezen a földön, nem? Milyen lehetett? És milyen lenne most? Mert akkor nem mindenki szerette, azt tudjuk. Irritáló volt sokak számára, bizonyos vezetők számára irritáló volt a jelenléte. Ma milyen lenne? De azt hagyján, hogy milyen lenne. Én mit csinálnék? Hogy mit csinálna az én gyülekezetem? Behívnánk a bizottságba? Beszélgetnénk vele? Azt mondja, akit noha nem láttok, de szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Úgy tárja elénk Krisztusnak a személyét, hogy nekünk bíznunk kell benne. Nekünk hinnünk kell benne. Ott kell legyen, ott van a mi társunk, aki azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által nekünk élő reménységre támaszt fel bennünket. A mi reménységünk élő. Mert hogyha az elmúlt évet nézzük, akkor mérleget kell vonnunk. És élő reménységgel kell tovább menjünk. Sőt, azzal folytatja, hogy noha nem láttok, de hisztek benne, azt mondja, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Azt mondja, kibeszélhetetlen és dicsőült öröm. Amikor Jézusra gondolunk, akkor Péter azt mondja, hogy én így gondolok rá vissza. Kibeszélhetetlen és dicsőült öröm. Én találkoztam vele, de azért nem voltam mindig ilyen. Nem gondolkoztam mindig így. Nem beszéltem róla mindig így. Át kellett menjek dolgokon. És 9. vers szerint azt mondja, elérvén hitetek célját a lélek üdvösségét. A Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat, hogy egyrészt, bár mögöttünk van egy év, másrészt az előttünk lévő az olyan élő és reménységgel teljes legyen. Mert nem feltételeket szeretne szabni. Én hiszem, sem a gyülekezet, ez a gyülekezet legalábbis szerintem nem. És a Jóisten sem. Egy dolgot kérdez, szeretsz engem? És Péternek 3,5 évig való Jézus melletti tanítványsága után is még meg kell kapnia, hogy te azonban idővel megtérvén.
Ha 1, 2, 5, 10, 20, 30 éve, 40 éve megkeresztelt testvéreknek is szól ez az ige? Szól nekünk is, hogy te azonban idővel megtérülsz. Gyerekek, nem csak nektek szól ez a kérdés, hanem nekünk, akik régóta itt vagyunk. Nem csak ti nem értetek dolgokat, mi is sok mindent nem értünk még. Vagy sok mindent elrontunk. Péter ott volt Jézus mellett 3,5 évig, és úgy vágja oda egy sötét éjszaka, hogy én nem ismerem, átkozódva, esküdözve. Soha nem is voltam ebbe a gyülekezetbe. Nem is értjük, hogy hát pár órával azelőtt mondta Jézus, amit mondott. És van olyan helyzet, amikor ez megtörténik az ember életében. Milyen jó, hogy ma csak egy kérdést tesz, hogy Jézus, szeretsz engem? És amikor nekivágunk az új évnek, amikor hálát kell mondjunk az előzőekért, akkor nem feltételeket szab. Nem mondja azt, hogy ennek és ennek és ennek kell megfelelni. Csak ezt kérdezi tőlünk, szeretsz engem? És hogyha erre tudunk a szívünk mélyéből válaszolni, akkor van közünk hozzá, akkor a reménységünk élő lesz. Akkor nem egymáshoz fogjuk mérni a hitünket, vagy nem magunkhoz, vagy máshoz fogjuk mérni a hibáinkat, vagy a tévedéseinket. Ezek vannak, és ezek mindig is lesznek. De mégis, ahogyan engem őrzött, mondja Péter, mit mond az 5. versben? Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Lukácsnál pont ezt olvastuk, hogy én imádkoztam, érted Péter. Milyen jó, hogy van, aki imádkozik ezért a gyülekezetért. Milyen jó, hogy van, aki imádkozik értünk. Milyen jó, hogy hit által őriz bennünket az üdvösségre, ezeken az igéken, ezeken a tapasztalatokon keresztül, nem csak Krisztus, hanem testvéreink is. És legyünk ilyen pásztorok. Akár a kívülvalók, akár a családunk, akár a saját üdvösségünk szolgálatára, hogyha tekintünk. És a Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat, hogy ne bántsuk magunkat jobban, mint amennyire kell. Ha valakinek rosszul eshetett Péternek az a tagadása, esküdése, akkor Jézusnak rosszul eshetett. És ő már előre azt mondta, hogy én imádkoztam érted. Milyen jó, hogy minden szülőnek így tárja elénk a megbocsátásnak és a nevelésnek a példáját Jézus. Milyen jó, hogy Péter átment ezen a tapasztalaton, de közelebb került Jézushoz, mintha nem történt volna meg. Jobban tudott szolgálni a tanítványtársainak, jobban tudott szolgálni a gyülekezetnek, jobban tudott szolgálni mindenkinek, akivel találkozott. Mert ő igazán átérezte, hogy mit jelent, hogy Jézus úgy is szereti, amikor ő elfeledkezett magáról. És nekünk egy olyan Istenünk van, aki akkor is szeret bennünket, amikor mi elfeledkeztünk magunkról. És amit a hátunk mögött kell hagyni, arra azt mondja, hogy de én imádkoztam, érted? És te majd idővel megtérvén. Nem tudom, hogy hány és hány megtérést kell még átélnünk. Fogunk új és új megtérést átélni? Péter szerint igen. És ennek kibeszélhetetlen öröme lesz. Ennek látható formái lesznek a környezetünkben, vagy éppen a saját életünkben. És azt kívánom, hogy ennek legyen tapasztalata, legyen fogható egymással való és Istennel való megnyilvánulási formája. Az ő életében az egyik ilyen tapasztalat ez a levél. Ebben a levélben mondja el, hogy engem az Isten hatalma őrzött, pedig én átkozódó, esküdöző voltam meg, olyan, akinek azt kellett mondani, hogy te majd újra megtérsz. A Jóisten segítsen bennünket, hogy amikor éppen a jövő szombaton majd úrvacsoránk lesz, ugye? A következő szombatunk egy úrvacsorai alkalom lesz. Hogy gyakoroljuk és tanuljuk letenni, amit le kell, és felvenni, amit fel kell. És ez a tapasztalat adjon erőt ennek az évnek a helyére tételéhez, és az újnak, az új erővel, az új hittel és az új elköteleződéssel való felvételéhez. A Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat, és áldja meg az ő igéjét, hogy amikor személyesen szólít meg bennünket, hogy ezeken az igéken személy szerint szólt hozzánk, akkor hálával tekinthetünk, hogy ő nem a
lelkiismeretünkön akart még egyet csavarni. Nem pattanásig akarta feszíteni a húrt, hanem csak ennyit kérdezett, szeretsz engem? És hogyha erre az egyszerű kifejezésre tudunk mit kezdeni, vagy tudunk mit válaszolni, akkor ennek majd eredményei lesznek. És ezt tapasztalni és látni fogja minden ember a környezetünkben. A Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat, és áldja meg az ő igéjét, hogy a mi hálánk az hasonlóan Péteréhez látható és hallható legyen az emberek előtt az ő kegyelméből. Amen.